Jó estét kívánok! Van nekünk egy adásmenetünk, nagyjából így néz ki. Egyáltalán nem biztos, hogy ez lesz majd a sorrend, meg ez lesz a struktúra, mint amit most elmondtunk, és ami itt le van írva. Rögtönözni fogunk elég sokat, ugye adásunk idején tart az a tüntetés, amit a Magyar Sajtószabadság visszaállításáért kezdeményeztek. Részben csúszásban van a menetben, részben folyamatosan változik a helyzet. Végig ott leszünk, mutatjuk a képet, nagyon sokszor fogják látni az élő kép a helyszínről. Úgyhogy majd megyünk az események után. Az biztos, hogy ezzel a témával kezdünk, tehát idáig még minden a tervek szerint alakul. Burányi Andrással, a Párbeszéd kommunikációs igazgatójával, a Népszabadság utolsó főszerkesztőjével, és Szalai Dániellel, a Média 1 alapító főszerkesztőjével. Tegeződjünk, ugye? Nagyon furán néznek ki, hogyha nem tegeződnénk. Szervusztok, jó estét! Kezdjük talán a személyes véleményetekkel, hogy mi történik az Index házatáján. Tehát ez tényleg csak egy ilyen bénán levezényelt főszerkesztőcsere, vagy ez a Népszabadság 2.0, vagy ha úgy tetszik, az Origo 2.0. Hogy látjátok? Az, hogy van egy Népszabadság 2.0 terv, vagy bárminek is nevezzük, az gyakorlatilag egy nem tudom, több hónapos terv, vagy több éves tervnek az egyik lenyomata. Tehát az, hogy valamikor az Indexet történik valami, az sajnos, ugye hát a Dani is ezt meg tudja erősíteni, ez ugye már terítéken volt. Az, hogy ez ilyetéképpen robbant, az nekem is némileg meglepetés volt. Az kérdés, hogy az alapítvány elnöke az elmérte el magát esetleg azzal, amikor Dúl Szabolcsot mint főszerkesztő is felmondásra készítettem. Ő ezt mondta, hogy nem ilyen reakcióra számított, tehát ezt egy kicsit elszámolta. Ezt nem egy kicsit, ráadásul ugye a szerkesztőség ez deklarálta azt, hogy Dúl Szabolcsat tudják folytatni, hiszen így van értelme, és így van iránya annak a független újságírásnak, amelyet az Index, megjegyzem, kívülállóként ránézve kitűnően végez. Tehát ez egy olyan erős jelzés volt a szerkesztőség részéről, hogy egyértelműen deklarálta azt, hogy Dúl Szabolcsal, vagy pedig sehogy. És ezek után meglépni ezt, ez vagy nagyon elmérte magát, elnök úr, vagy pedig ez a, nem tudom, rosszabb oldalú megközelítés elvégezte azt a munkát, amelyet máshonnan elvártak tőle. Te is így látod, Dani? Én azt gondolom, hogy Munk Veronika, a főszerkesztő helyettes néhány héttel ezelőtt pont a Média 1 rádióműsorban volt a vendégünk, és ott azt mondta, hogy ha bármi történne Dúl Szabolcsal, akkor a kedélyeket ez fel fogja korbácsolni, de pontosan tudható volt, hogy itt valami fog történni, hogyha ez bekövetkezik. Tehát ilyen értelemben azt gondolom, hogy a Budai László nem hivatkozhatna arra, hogy ez meglepte ez a reakció, hiszen pontosan ezt előre kinyilvánították. De azért egy főszerkesztő váltás az nem feltétlenül okozza egy sajtótermék végét. Tehát gondoljatok arra, a HVG-nél is volt főszerkesztő váltás. Több is. Az Indexnél is, tehát ugye Dúl Szabolcs is érkezett valakinek a helyére. Miért kell, hogy ez teljesen szétsziláljon? Hát elsősorban azért, mert Dúl Szabolcsot, mint alanyt tették meg kívülről, ilyen külső nyomás által annak a személynek, aki garantálja az Index függetlenségét. Tehát azzal, hogyha Dúl Szabolcsot elmozdítják, akkor azzal hitet tesznek amellett, hogy gyakorlatilag ez a független újságírás, amiben az Index hisz, az nincs. Itt nem az volt a kérdés, hogy Dúl Szabolcs, vagy Tóczenesi Attila, vagy Kárpáti Márton, vagy bárki lesz a főszerkesztő, hanem az, hogy Dúl Szabolcsot, amennyire én tudom, hetek óta, lehet, hogy később, régebb óta is, ki akarták lőni. És miután ki akarnak lőni egy olyan embert, aki garantálja a szerkesztőség független működését, garantálja a független újságírást, hát innentől kezdve ez egy teljesen, idézőben mondom, logikus történet az, hogyha őt menesztik. Az a furcsaság a továbbiakban, ugye az előbb azt mondom, hogy elmérte Bodolai László, vagy valami más lehet itt a háttérben, hogy ugye amikor Dúl Szabolcsot kitették az igazgatóságból, akkor ugye ott arra hivatkoztak, hogy üzleti tervet sértett meg azzal, hogy máshol landolt az információ mennyiség, amelyet igazgatósági ülésen hoztak. És hogyha innen nézzük a dolgot, akkor elég hülyén veszi ki magát az a magyarázat, hogy hirtelen azért kell most főszerkesztőként is távoznia, mert az elnök már nem bízik benne. Tehát vagy elbocsátom, mint igazgatósági tagot és főszerkesztőt is, mert nem bízom benne. De az, hogy ki elbocsátom, mint igazgatósági tagot, vagy nem tudom, két és fél hét múlva, mint főszerkesztőt is, mert hirtelen nem bízom benne, miközben korábban deklarálták, hogy ő marad a főszerkesztő, ez így nagyon most furcsa. Figyeljetek, nem akarok úgy tenni, én magam is aggodalommal figyelem azt, ami az Index házatáján történik, de most pillanatnyilag, amit látunk, az nem az, hogy a hatalom zárja be az Indexet, hanem hogy a saját munkatársai zárják be az Indexet.
Hát ez, amit nem tudunk igazándiból, mert az, hogy ki az Index egyáltalán, ezt meg tudja mondani valaki, persze egy alapítványé az Index, de hát valójában ez az alapítvány, ez tartozik az Indomédiának, jelenleg 179 millió forintos tartozásuk van, de volt ez korábban 300 millió körül is. Na, de a munkatársak nem azért mennek most el, mert sok havi kifizetetlen munkabérük van benne az Indexnél? Egyébként volt a bérek kapcsán is probléma az elmúlt hetekben, én úgy tudom, volt csúszás is, ezt végül megkapták, de ott is voltak problémák. Viszont amit lehet tudni, az, hogy az Indomédia az egy olyan vállalkozás, ami fele részben kötődik a kormánypártokhoz minimum, és másrészt pedig ugye tartoznak nekik. Tehát van egy szoros függőségi viszony, innentől fogva valójában az a kérdés, hogy ki tud diktálni és ki nem. Hogyha igaz az, amit egyébként Gerényi Gábor is elismert, amikor kérdeztem őt, hogy őt annak idején kikérte föl erre a tanulmánynak az elkészítésére, ő azt mondta, hogy az Indomédia részéről volt ez a felkérés, tehát annak a bizonyos átalakításnak a koncepciójának a kidolgozására. Ez számomra nagyon nehezen érthető. Miért egy külső cég akarja az Index működését meghatározni? Főleg úgy, hogy volt belsős projekt is, vagy belsős koncepció is. Ugye én ezért is kérdeztem, hogy nem a hatalom, hanem most ebben a pillanatban úgy tűnik, mintha a munkatársak zárnák be. Ugye a Népszabadságnál nem ez történt. Tehát, hogy ott végül is elmentetek addig, hogy kész, nem engedtek be a székházba. Ilyen szempontból hát nem ugyanaz a történet. Nem ugyanaz a történet, de az Indexre visszatérve, ugye az, hogy van egy olyan tulajdonos, amelyiknek a képviselője az a Vasili Miklós, aki az Origo átfazonírozását, maradjunk annyiban, levezényelte, és aki az MTVA-ban töltött be vezetőtisztséget, legfőbb vezetőtisztséget. Ő van ott, ő kér be különféle projekteket és átdolgozási javaslatokat. Ez már azt mutatja gyakorlatilag, hogy folyamatosan elkezdték a szerkesztőséget bombázni azzal, miközben Szabó Zoltán révén belsős koncepció is volt arra, hogy ha már alakítani kell, akkor ezt hogyan csináljuk. Hogy egyértelmű volt, hogy itt egyetlen egy cél van, hogy valamilyen módon bombázzák a szerkesztőséget, és a szerkesztőség úgy érezze, hogy ez az hogy a függetlensége gyakorlatilag veszélyben van azzal, hogy folyamatos kitettségben van ennek a tulajdonosnak, amelyiknek egyébként az Index lóg, és ugye a Dani által említett 180 millió forinttal, és annak nem tudjuk annak a szerződésnek a részleteit, hogy milyen záradékok vannak benne, ki mivel felel mondjuk ezért a 180 millió forintért, mikor mondhatja azt az Indomédia, vagy Vasili Miklós, hogy hát jó napot kívánok, szerintem akkor most én beszántom ezt az újságot, hiszen nem tudja ezt az összeget visszafizetni. A Népszabadság az azért volt más, mert ugye ott a vezérigazgatóság, illetve a felügyelőbizottság az folyamatosan azt deklarálta papíron is, hogy a Népszabadság működése nincsen veszélyben, a Népszabadság ez egy független újság. Maga Heinrich Pecina, ugye az osztrák elítélt bűnöző, a Stroman, a 100%-os tulajdonos is deklarált ezt többször szakszervezetnek, üzemi tanácsnak, nekem, a vezérigazgatóság is. Majd előállt egy olyan helyzet, hogy azok az opciók, amelyek voltak a Népszabadság esetleges végével kapcsolatban, jelesül az, hogy kipöckölik mondjuk a főszerkesztőt engem, és esetleg többen is távoznak, és elindul egy erózió, és ez a Népszabadság, mert nem az lenne, mint az a Népszabadság, amelyet, hát hadd mondjam, szerintem viszonylag jól megalkottunk, egészen addig, hogy valamilyen formában megszüntetik a Népszabadságot, vagy csak szimplán valamilyen módon átfazonírozzák. Nézzük meg, hogy mi van a helyszínen. Gondolom, titeket is érdekel. Oda kapcsolunk, a menettel tart, ugye ez a menet a Puskás Öcsi tértől megy fel a Karmelita Kolostorhoz, és most valahol talán a Bem József tér környékén járnak. Velük van Szabó Bianka kolléganőm, ott szólítom most. Szervusz Bianka, hol vagytok, mi történik? Foglald össze, kérlek, ami eddig történt. Szervusz, köszöntöm a nézőket is. A tömeg eleje éppen most érkezik meg ide a Batthyány térre. Azt lehet elmondani, hogy továbbra is békésen haladnak, folyamatosan skandálnak. A legnépszerűbb jelmondatok a Szabad Ország Szabad Sajtó, illetve a Szabad Ország Szabad Média, illetve a Veletek vagyunk és a Nincs Másik, amivel ugye az Indexre utalnak. Továbbra is rendőri felvezetéssel haladunk, összetűzés, atrocitás eddig nem történt. Nem szeretnék becsült számot sem mondani, de nagyon sokan vannak, tehát folyamatosan látjuk majd mindjárt, ahogy halad el mellettünk a tömeg. A következő megálló most már a Karmelita Kolostor lesz, ahol beszédek fognak elhangzani, politikusok és újságírók is fognak beszédeket mondani. A tömegben egyébként politikusokon kívül újságírókat is láttunk, legtöbben civilben, tehát civilként vesztek részt a tüntetésen.
meg is érkezett mellénk a menet. Tehát a következő megálló a Karmelita Kolostor lesz, beszédek lesznek, beszámolunk majd a fejleményekről. Nem szépen szeretnélek még szólítani, számítok rád, köszönöm még egyszer Szabó Biankának. Mennyire tartjátok a szerencsésnek politikusok civilben, meg eleve egy politikai párt szervezte ezt a tüntetést, ami egyébként a sajtószabadságról szól, itt azért van egy kis kollízió. Ez egy nagyon nehéz kérdés, azt gondolom, mert nyilván a pártok számára is fontos az, hogy Magyarországon vannak-e médiaterek, ahol elmondhatják a gondolataikat, tehát azt gondolom, hogy fontos nyilván, hogy a pártok megszólaljanak, ugyanakkor nyilván ad egyfajta ilyen furcsa érzést is, hogy akkor együtt kell vonulni a különböző pártokkal, újságíróknak, és akkor egy logó alatt lesz róluk mondjuk fénykép, tehát... Hát hogyha onnan kezeljük a kérdést, hogy a jogállamiság egyik alapját, demokrácia alapját érte ismert itt támadást, sajtószabadságot, akkor szerintem kutya kötelessége mindenkinek, civilnek, pártnak és bárkinek tiltakozni, amellett amennyiben egyetért azokkal a demokratikus alapvetésekkel, amelyek a demokráciákat jellemzik. Nem tudom, hogy Magyarország éppen hol tart ebben az ügyben, de korán sem a demokrácia felé billenteném a mérleg nyelvét. Tehát ilyeténképpen az, hogy demonstrálnak emellett, szerintem rendben van. Nyilván nem azzal a szándékkal demonstrálnak, hogy akkor majd a többi újság majd nagyon jókat írjanak róla, tehát szerintem ezt elvethetjük. Mit gondoltok arról, hogy a kormányzat részéről többször hallottuk, hogy ellenzéki médiatúlsúly van Magyarországon, és ebből az egyik legerősebb érve az volt, hogy Magyarország legolvasottabb, leglátogatottabb portálja, az Index, az nem kormánypárti. Hát szerintem média túlsúly, ha van, az azért van, mert ezeket a tartalmakat, amelyeket előállítanak az úgynevezett független újságok, ezeket jó szakemberek állítják elő, és megfelelő minőségben. Ugye, amiről a Fidesz beszél, hogy megnézzük a Kesma című szörnyszülöttet, amely csak nem 500 kormánypárti médiumot terelget egy blogban. Hát ki kíváncsi arra, most a hardcore fogyasztókon, már a hardcore fideszes fogyasztókon kívül, hogy egyébként ott, nem tudom, Orbán Viktor elment Brüsszelbe, és ott jól megmondta mindenkinek, hogy akkor merre van az irány. Ez a klasszikus pártpropaganda, ez ugye sosem működött jól. De az, hogy ténylegesen mi zajlik az országban, és ugye elég nagy szükség van arra a demokráciában, hogy beszámoljanak erről különféle sajtótermékek, szerintem ezt a minőségi és mennyiségi nyugodtan munkát mondhatom, ezt a független újságok és a független újságírók végzik el. Ilyeténképpen az emberek nem azért olvassák az Indexet, a 24-et, a 444-et, meg a HVG-t, mert hogy óriási média túlsúly lenne, és oda koncentrálnák a hirdetéseket, és nem tudom, ahogy egyébként... Attól lenne nem... ellenzik, hogy nem kormánypárti, mert ugye végig gondoljátok, attól, hát gyakorlatilag ezek hozták ki a fővárosi pártokon átívelő parkolási mutyit, vagy a kispesti történeteket. Erről beszélünk, hogy ők újságot készítenek. Igen, a legjobb tudások szerint igyekeznek elvégezni ezt a munkát, és az emberek arra kíváncsiak, hogy mi történik körülöttük. Az Indexnek is van rengeteg fideszes olvasója, hogyha megnéznénk a különféle korfákat és egyebeket, hogy milyen típusú emberek olvassák az Indexet, akkor meglepő mértékben lennének fideszesek, vagy konzervatívak, jobboldaliak. Miközben a propagandára ki kíváncsi? Csak megnézzük a, 19 vidéki lap van mind a Fidesz vagy a kormány irányítása alatt, a példányszámok úgy zuhan, mint a kő, tehát amikor negyedévente esnek 14%-ot lapok példányszámai, akkor az azért elég elgondolkodtató kell, hogy legyen. Én azt gondolom, hogy nincsen média túlsúlyban egyáltalán az ellenzék, sőt épp az ellenkezője érvényes. Nézzük csak meg a rádiós frekvenciákat, hogy hány olyan rádiót tudunk most felsorolni, ami az ellenzékhez köthető, és beszédet, hírt sugároz, és mondjuk országos elérése van, nulla ilyen van országosan, de Budapest szintjén is gyakorlatilag még egészen minimális az ilyen rádiók száma, vidéken pedig aztán tényleg nulla közelében. El tudjátok képzelni azt, hogy innen van még visszaút? Tehát akár a ma esti tüntetés, hogy a hatalom érez benne esetleg erőt, vagy akár a szerkesztőség kérése. Ugye nem tudom, hogy ez jogilag hogy működik, beadták a felmondásukat, de azt nem volt ma, aki átvegye, tehát valószínűleg ez még visszacsinálható. Mi történik akkor, hogyha nem tudom, hogy Bodolai László beadja a lemondását, visszahelyezik a korábbi főszerkesztőt? Lehet még ilyen forgatókönyv, vagy ezt felejtsük el? Én inkább arra koncentrálnék az indexesek helyében, hogy hogyan csinálnak új független médiát. Hogyan csinálnak új független médiumot, újra új Facebook csoportot is alapítottak, amelyben deklarálták azt, hogy még nem tudják, hogy mi fog történni, de szeretnének együtt maradni és valamit csinálni.
ugyanaz az érzés dolgozik bennem, ami 4 éve, amikor ugye a Népszabadságot kilőtték. Hát ezt akartam mondani, hogy láttunk már ilyen csapatokat, akikben megvolt ez az összetartás, aztán szembe jött a valóság. Tehát ez rettentően sok pénz. A valóság, igen, a valóság az az, hogy az úgynevezett független nagyvállalkozók, vagy nem tudom, azok az emberek, akiknek fontos lenne a független média, és meg is tehetnék, ezek milyen mértékben, vagy befektetnek egyáltalán ezekbe a médiumokba. Én úgy látom, hogy egyre kevésbé, nyilván azért is, mert a kormányzati szándék az, hogy ezeket kiszorítsák. Ugye én, mint a Népszabadság utolsó főszerkesztő is, rengeteg tárgyalást folytattam Magyarországon és külföldön is abban az időben, azért, hogy a Népszabadság valamilyen formában tovább tudjon működni. Volt 2 viszonylag ígéretes megállapodás közeli helyzet, ami a Népszabadság folytatását eredményezhette volna, de az utolsó pillanatban mindenki visszalépett, és az meglepő volt, nem meglepő volt, drámai volt konstatálni, hogy az ember megy föl a budai hegyekbe, találkozik különféle emberekkel, vagy találkozik külhonban élő gazdag emberekkel. Igen, és tehetős, és önmunkat függetlennek mondó, és médiát csináló emberekkel, és az utolsó pillanatban mindegyik azt mondja, hogy ne haragudj, nem erre a médiapiacra, erre az eltorzított Orbán által uralt médiapiacra nem, mert ha én is belépek, akkor ki csinálnak. Tehát az igazi kérdés az az, hogy az Index tovább tud-e lépni, és bármilyen finanszírozási formában itt ugye a közadakozás nem lesz elég, tudja folytatni azt a munkát, amit az Index. Most mondtad el, hogy miért nem, figyelek, Dani. Én azt gondolom egyébként, hogy ha az olvasók benyúlnának a pénztárcájukba, és lenne ennek már egy kultúrája, vagy ez most kialakulna valamilyen formában, akkor elképzelhető lenne, hogy mondjuk csináljanak egy újat, és ez mondjuk fenntartható lenne, de akkor tényleg az olvasóknak is azt kell mondaniuk, hogy akkor havonta befizetünk, ki kell számolni pontosan mennyi összeget. Igen, csak az a baj, azok, akik most ott vannak a tüntetésen, pénzt is kéne beletegyenek. Igen, csak az a baj, hogy ezek az emberek azok, akik fizetnek a 444-nek, fizetnek a HVG-nek, és fizetnek más médiumoknak azért, hogy fönnmaradjanak. Tehát van egy, azért ezeknek az embereknek a terhelhetősége, és azért van egy határa ennek a terhelhetőségnek. Még az a helyzet, hogy még az is előfordulhat, hogy folytatjuk a beszélgetést, majd meglátjuk, hogy alakul a tüntetés. Most egyelőre köszönöm Murányi Andrásnak és Szalai Dánielnek. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Köszönjük szépen.